Roham tempóban telepítik ki a civil lakosságot Enerhadárból. A megye orosz vezetése azt mondja, túl veszélyessé vált a környék az ukránok támadásai miatt. Az ügyben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség igazgatója is megszólalt. Szerinte súlyos atomkatasztrófához vezethet, ha magára hagyják az erőművet. Fegyveresek járőröznek Bahmut utcáin. Ők az ukrán fegyveres erők oldalán harcoló Manszúr Seik zászlóai tagjai. Az egységben több a csecsenföldi háborúkat megjárt veterán harcol. A felvételt egy nappal azután közölte az alakulat, hogy az orosz sajtót bejárta a hír, hogy a Wagner magánhadsereg visszavonul. A zsoldos csapat vezetője azonban közölte, ígéretet kaptak erősítésre és lőszerutánpótlásra Moszkvától, vagyis maradnak. Jevgenyij Prigozsin azt ígérte, május 9-ére a győzelem napjára véget ér az ostrom. Ezt azonban a Bahmut környékén állomásozó ukránok sem hagyják szó nélkül. Az ellenség egy hete próbálja bevenni az előretolt állásainkat, de mi eddig mindig visszavertük őket. Ma hajnalban újra próbálkoztak, most Spirne felől, de mi lőjük őket, mondta egy ukrán parancsnok, aki arra számít, hogy az oroszok a következő napokban tovább fokozzák a nyomást a Donyecki frontnak ezen a szakaszán. Közben Zaporizsjában is egyre hevesebb harcokra számítanak a gyakorlatozó ukrán katonák. A terület egyike annak a négy megyének, amelyet Moszkva tavaly ősszel önkényesen elcsatolt Ukrajnától. Mivel a zaporizsjai atomerőmű közel van, itt eddig csak elszórtan voltak harcok, de a tavaszi hadjárattal ez is megváltozhat. Még egy nukleáris katasztrófára is fel kell készülnünk, ezért sajátítják el a katonák ezeknek a sugárzásmérő műszereknek a működését, magyarázta egy ukrán kiképző tiszt. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség igazgatója vasárnap közölte, roham tempóban evakuálják az orosz útlevéllel rendelkező embereket a Nyeper folyó túloldalán, az atomerőműnek is otthont adó Enerhadárból. A kitelepítéseket a helyi orosz hatóságok rendelték el arra hivatkozva, hogy egyre gyakoribbak itt az ukrán tüzérségi támadások, vagyis a környék veszélyessé vált a civileknek. Az Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztet, súlyos atomkatasztrófához vezethet, ha a kitelepítések miatt a szakképzett személyzetnek is el kell hagynia az erőművet.